kétharmados ellenzéki győzelem született Jászberényben az időközi önkormányzati választáson, és nagyon magas volt a részvétel is egyébként, közel 60%-os, ami meglepő egy időközi választás esetében. Egyébként Budai Lórend polgármester azt mondta, hogy az a recept, ami Jászberényben volt, az használható akár 2024-ben is. Mutatom a mai vendégeket. Itt van Konok Péter történész. Jó estét kívánok! Vona Gábor, második reformk alapítvány alapítója. Jó estét kívánok! Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Vont András, az Átlátszó újságírója. Jó estét kívánok! Szóval ezt most egyedi esetként érdemes nézni szerintetek ezt a történetet, vagy tényleg van olyan része, ami mondjuk használható akár 2024-ben is, vagy ez egy teljesen más történet? Tehát ebben nagyon vastagon jelen van a politika, és ezt azért tartom fontosnak leszögezni, mert mindenki arról beszél hirtelen, hogy akkor a pártokra nincsen szükség, miközben egy jobbikos politikus az, aki egyébként megint csak a híresztelések ellentétben nem lépett ki a pártjából, aki ezen a választáson elindult, aki helyben nagyon fontos helyi ügyekről beszélt. De azt előadni, hogy most akkor az összes pártot effektíve dobjuk ki, és jöjjenek a civilek, akik ettől különbözőek, ezért én ez ellen harcolok 12-13 éve. Amitől ennek nagyobb jelentősége van, szerintem lehet levonni messze menő következtetéseket, az, hogy az emberek gyűlölik, amikor valamiféle országos politikai érdekből beavatkoznak a helyi ügyeikbe. Ez gyűlölik, és ezzel egyébként a Fidesz is élt. Tehát amikor az ellenzék mondta azt, hogy azért kellenek neki az önkormányzatok meg időközi nyáron, hogy Orbán ellenes izéket, akkor jött a józsefvárosi meg újbudai szavazó is. Hát igen, szerintem mondjuk itt rontott el a Márki-Zay Péter is annak idején, hogy lementek ugye vidékre kampányolni, ott a no-ném embereket oda kirakták, és azzal próbált állandóan erőszakoskodni a szerencsétlen embereknek, hogy bepróbálta tolni az országos politikát, és ez senkit nem érdekelt. Nem is, szerintem nem is, annyira nem is ismerik ott az emberek, hogy most akkor Borkai ügy, meg ilyenekkel fárasztani a népet, ez teljesen fölösleges. Szerintem ott is inkább azt várták, hogy valami ismerős arc legyen, aki hiteles, akiben meg lehet bízni. Nem sikerült ezt előállítani, most a Fidesz is ugyanebben a hibába esett bele. Azt mondta, hogy már pedig nem, nekem egy olyan képviselő kell, aki elintézi az utcasüprést. És ugyanezt, tehát ha valami lényeges, az, hogy ugyanezt a Fekete Pétert ki tudja húzni a Fidesz is. Amikor önös érdekből, Pócs János érdeké... Hát igen, erről beszélek. ...ből, mit tudom én milyenből, szétzavar egy helyi testületet, akkor jön a nyakas jász, és azt mondja, hogy tudod, mit zavarsz te szét. Ez szerintem ennyi a tanulsága, nem tudom. Budai Lórend egyébként azt mondta, csak hogy így visszatérve a fontos részeknek, ugye azt mondta, hogy nem kellenek pártlogók, meg nincs szükség orbánozásra. Ez két ilyen tanulság. Az egyikre már a véleményedet elmondta. Egyébként szerintem is ezzel lassan meg lehetne békélni, hogy teljesen fölösleges, teljesen kontraproduktív állandóan csak az arra kihegyezni a mondani valót, hogy Orbán takar, hogy ebből most már 12. év is elmúlik lassan, látható, hogy ebből semmiféle haszon nem származik. Ezzel együtt kell tudni élni, hanem valahogy ezt el kéne rakni egy dobozba és jól lezárni ezt a taktikát, és helyette inkább valami olyan ügyeket felkarolni, amiben bizalmat kelt az adott politikus, az adott közszereplő, bizalmat tud kelteni a környezetében. Ez a baj, hogy a bizalom teljesen erodálódott az elmúlt évek alatt. Tehát egyelőre nem látszik az, hogy bárki megpróbálna ismét közvetlen az emberekhez szólni, hanem megpróbálták a nagy politikával szörnyekbombázni az egész vidéket. Ez nem vezet sehová. Tehát nem mi a pártlogót illeti. Szerintem csak el a logó, de hogy ne dobjuk ki effektív ezeket a létező politikai közösségeket, csak ennyi az állítás. Ugye akkor nem... Ezeket a közösségeket inkább föl kéne építeni, szerintem, és nem kidobni. De az tényes, hogy a háttérbe kéne vonulniuk, legalább addig, amíg nincs mit mondani. Hogy ti hogy látjátok ezt, ez volt az egyik, hogy ki kell zárni, meg hogy nem szabad orbánozni, ezt is mondta. Fontos, hogy külön válasszuk a helyi tanulságokat, meg az országos tanulságokat. Én országos tekintetben igenis látok egy tendenciát. Ez pedig a pártoknak az önkormányzati politikában való folyamatos erodálódása, az emberek attitűdje az ügyben, hogy kell-e az önkormányzat a párt, ez egyre negatívabb. És amikor ugye én már számtalanszor felvetettem a pártmentes önkormányzatot, szerintem... És én meg számtalanszor megtámogattalak ebben. Majd egyszer meghálálom.
sajnálom, és azt gondolom, hogy... Nem volna baj, hogyha a pártok, akik az önkormányzatokban ülnek, nem csak állandóan a párt érdekeket néznék, hanem azt az önkormányzati érdeket is szem előtt tudnak tartani, az emberek érdekét, akkor azért nem volna baja. Csak az a gond, hogy, hogy mostanában a pártpolitika abszolút mértékben mindent felülmúl, felülbírál, a szolgálat az már teljesen kimúlt, de egyébként ez nem csak az ellenzékre igaz, hanem ez a teljes jelenlegi palettára igaz, mert a Fidesz az aztán ezt ipari mértékben csinálja. Talán az egyetlen egy olyan párt, ami valóban még itt az emberek körül forog, az a kutyapárt. Egyébként az előválasztás során, meg úgy egyáltalán én nem hittem benne, hogy annak van értelme, de akik rájuk szavaztak annak idején, én azt gondoltam, hogy mind hülyék. De április 3-a után rá kellett jöjjek, hogy lehet, hogy végig nekik volt igazuk. De az biztos, hogy amíg nincs mit mondaniuk, addig érdemes volna háttérbe szorulni, és azokat a szervezeteket engedni a frontvonalba, akiknek egyrészt van mondani valójuk, és vannak olyan helyi ügyek, ismerettség, hálózat, aminek a mentén értéket tudnak teremteni, és ezáltal ők is értékesebbek lesznek. Most a hagyományos pártokról beszélek. A korong ebbe az irányba tart. De hogyha helyi tanúságokat le kell vonni, akkor én hagyj emeljem ki Budai Lóránnak a személyét. És úgy általában mindig el szoktuk mondani, hogy a polgármester vagy a személy mennyivel fontosabb egy önkormányzati választásokon. Mert ha valaki olvasgatta az ilyen helyszíni riportokat, amik készültek erről, akkor abból... Egyébként szerintem nem csak az önkormányzatin fontos a személy, mert az országgyűlési választáson is egyáltalán nem mindegy, hogy ki fog képviselni a parlamentben azt a választókerületet. Egyrészt ugye a szimpátia és a pártpreferencia ott is számít, de látok egyébként összefüggést a között, hogyha mondjuk egy jó polgármester van, aki mondjuk egy adott pártnak a tagja, és a helyi ügyeket jól képviseli, akkor elképzelhető, hogy az országgyűlési választásokon is inkább annak a pártnak a jelöltjére szavaznának az emberek, mert a polgármester jó példát mutatott most ilyen, fogalmazok, de tehát, hogy egy jó reklámot adott a pártjának. Az jött le, hogy ő tipikusan az a polgármester, aki mindig mindenhol ott van. És hogyha valaki ezt csinálja, egy polgármesterként, tehát, hogy úgy, ahogy elüzemelteti a várost, és egyébként minden egyes városi rendezvényen ott van, mindenkivel kezet fog, akkor nagyon nehéz egy ilyen polgármestert megverni pozícióból. És hol számított ebből a szempontból, hogy ő most jobbikos? Szerintem, és ezt akartam, hogy szerintem az ő jobbikos tagsága ebben az esetben semmit nem számított, és amennyire én látom vagy érzékelem, nem nagyon látom a Jobbik belső mechanizmusait már, de hogy ő nem vesz már részt az a Jobbik országos politikájába. Tehát ő kizárólag Jászberényre koncentrál, és az embereknek helyben elege lett a viszályból. Ez is egy fontos tendencia, hogy Covid volt, háború van, van, ott meg egy viszály ment, és az emberek nyugalmat akartak, és ezt a regnáló polgármester képviselte. Nem csak ott akarnak az emberek nyugalmat, szerintem már tele van már a töke mindenkinek azzal, hogy a helyi ügyek helyett egymás ellen feszítés megy, az, hogy utálja egyik ember a másikat, az, hogy folyamatosan rettegésben éljünk. Egyébként azt majd meg fogjuk látni a legközelebbi önkormányzati választásod, de már úgy látom, hogy nem szól semmi másról a politika, csak a sárdobálásról, meg a félelemkeltésről. Ez mondjuk leginkább a Fidesznek a stílusa, ez a félelemkeltés, hogy rettegjél, szavazzál rám, majd én megvédelek. Hát komolyan mondom, ettől gyomorgölcsöt lehet csak kapni, de semmi más nem. Tehát az országos politikából, amit látunk, és az országos politika egyébként, ahogy működik, végtelenül el van idegenedve az átlagembertől, az átlagos választópolgártól, tulajdonképpen mindenkitől. Hát igen, ezt mondom. Aki ebben nem vesz részt. Még a helyi politikák, akár egy kisváros vagy középváros szintjén is érezhetőek, részt vett bennük lenni, közvetlen hatással vannak a mindennapokra, az ember a boltban összefuthat azzal az illetővel, akiről ez illetőként szól. Minden ilyen egyedi eset. Tehát országos, nem is tudom, trendeket levonni egyedi esetekből, dőreség, bármelyik irányból csinálja és az ember, jobb vagy baloldalról úgymond, ezen egyébként nagyon röhögtem, hogy most így fölmerült, hogy jobb, mi vagyunk itt a jobb vagy baloldal, vagy mi a fene, hogy az Origón például azt láttam, hogy Budai Lórán baloldali politikus, úgyhogy itt már ezeknek a szavaknak legalábbis ilyen Hát ez meg a másik, hogy direkt össze van keverve, tehát ez a fejeknek a, tehát lehetőleg a fejekben is legyen minél nagyobb káosz, és a jobb oldalira azt mondjuk, hogy baloldali, a baloldalira azt mondjuk, hogy bolsevik, meg kommunista, ez se vezet semmi jóra. Tehát ezen szerintem csak felülemelkedni lehet, nem pedig beleállni.
Ez megint az országos politikának, a lejárató mocskoskodásnak az egyik eszköze. Ére nincsen jelentésük, tulajdonképpen nem az időköziknek nincs jelentősége, meg egyébként nem az önkormányzatinak és helyi szintű választásoknak nincs jelentősége, hanem annak a másiknak. Annak a másiknak, amit országos. Én viszont, hogy válaszolnék neked, Ági, mert volt egy felvetésed, és én azért röviden felelnék, mert szerintem tök egyszerű, ugye feszegetted azt, hogy miért mondta az Budai Lóránt, hogy nem kell Orbánozni, roppant egyszerű. Föltehetőleg ebből következtethetően van egy adag fideszes szavazója, akiket ő nem akar elriasztani. Ez valószínűleg ennek szól. Az, hogy 60%... Egyébként most ugye a legtöbb ember fideszes szavazó, tehát ezt azért tudjuk, és már valóban már csak ezért is teljesen kontraproduktív Orbánozni állandóan, mert a matematikai alapon szerintem számíthattunk arra, hogy ha egyszer ennek a rendszernek meg kell dőlnie, akkor ott olyan részvevőknek is támogatniuk kell a rendszer leváltását, akik ma még mondjuk fideszesek. Az elég például elment szavazni, azt ugye azért mindenki kiemeli, hogy az nagyon magas. De persze, hát ugye mit műveltek a jászberényiekkel? Ugye először megválasztották 2019-ben kis különbséggel Budai Lórántot. Addig csűrték, csavarták a jogi helyzetet, amíg pár héttel később megint kellett választani. Azt mondták, hogy mi már egyszer választottunk, mit szórakoztok velünk, megválasztották nagyon. Nem bírták elviselni, hogy nem a Fidesz győzött. Nagy különbséggel. Nem Igen. sikerült leállni, megint elkezdték őket csesztetni, egyértelmű politikai törésvonalak mentén, megint volt az, hogy jó, akkor most úgy oda verünk, hogy most már a képviselőtestület is legyen, ezért az emberi. De itt a Fidesz nagyon elmérte, tehát az emberek az arra várnak most, hogy ne legyen több konfliktus, ne legyen több viszály, hanem nyugalom legyen. És ezt tudtam, az volt a kérdés szerintem most, hogy ki tudja ezt a nyugalmat, ezt, hogy hagyjanak bennünket békén élni és élni hagyni, ezt most Budai Lóránt és a csapatban. Viszont van még egy... Egyébként erről jut eszembe ez az állandó vágyakozás, a nyugalom, meg az élni, hagyni gondolatmenetre, hogy van egy ilyen kettős játék a kormánynak a kommunikációjában is, mert ugye egyik oldalról ugye állandóan ez a veszélyhelyzet, a veszélyek korába léptünk, de Orbán Viktor majd megvéd minket, én vagyok Orbán Viktor, én megvédelek titeket, és ez arra játszik szerintem, pontosan arra, amit a vona most itt fejteget, hogy az emberek egyébként alapvetően nyugalomra vágynak. És ezzel a kettős kommunikációval egyszerre kergetik őrületbe az embereket, és másik részről pedig próbálják őket nyugtatni, de azzal a kizárólagosságos eszközzel, hogy ezt csak is Orbán Viktor, ez a kormány tudja nektek megadni. Szerintetek Budai Lórántból lehet egyfajta új Márki-Zay Péter? Ja, Istenem, csak ezt ne kezdjük ezt el, nem kell semmilyen, Jézusom, már megint. Ezt meg fogják próbálni, nyilván lesz egy erre vonatkozó cél. Az jogos a felvetés. De Ági, tehát azt látjuk, hogy Márki-Zay Péter sikeres volt? Azért nem jogos a felvetés szerintem, mert hogy Budai Lórántot, amennyire én ismerem, ő nem is akar ilyen szerepre. Hát várjál, azért az a megjegyzése, hogy ez receptor lehet a következőkre nézve, és ez egy kicsit azért erre utal. Márki-Zay Péternél se sejtettük akkor, amikor még innen indult. Akkor maradjunk annyiban, és ezt tartom, hogy én mind Márki-Zay Pétert, mind Budai Lórántot személyesen ismerem. Talán Budai Lórántról több benyomásom van, mint mondjuk Márki-Zay Péterről. Két teljesen különálló személyiségről van szó. Az egyébként önmagában nem baj, hogyha különálló személyiség. Nem tudom, hogy ez alatt most mit értett, de rögtön azonnal pajzsra emelni, jaj, végre valaki győzött a Fidesz ellen, és akkor azonnal pajzsra emelni, szerintem ez most ebben a pillanatban nevetséges. Szerintem van egy rossz befektetésük, ez pedig Jakab Péter, aki szintén haza akarta vinni a kreditet, ugye kiírta másnap, hogy Orbán legyőzhető, legyen, osszassuk fel a parlamentet, mondja egy olyan időközi önkormányzati választás kapcsán, amiben ő egy szalmaszálat nem tett keresztbe, és azon párt jelöltje nyert, mely pártot ő szétvert. Közösen Jászberényért egyesület nyert, ez azért... Igen, ő nyert, a lényeg ez az... Kulcskérdés egyébként, hogy ezt eldöntsétek, mert erről szól ez a vita. Oké, egy biztos, Jakab Péter ebben a szövetségben sem volt benne, és a DK helyében én most ejteném őt. Mert szerintem a DK... Mint Jakab Pétert? Igen. Én azt látom, mennyi munkájuk van benne, Zoli? Pont nézegettem most, ugye csütörtök délelőtt veszük fel a műsort, Gyurcsány Ferenc kirakott egy posztot arról,
hogy igazából, ha jól értem, ő azt akarja mondani, hogy ő nem is akarta, hogy ez legyen. Nem uralom még 8 éves fiamat se, végképp nem szeretném uralni ezt a pártot. Ha már Gyurcsány Ferencet emlegettük, akkor csak egy kérdés, hogy eszembe jutott, ugye volt egy olyan posztja is, amiről arról beszélt, hogy az önkormányzatnál a polgármestereknek ugye el kell dönteni, hogy milyen feladatuk van, hogy házmesterek lesznek, vagy nem lesznek házmesterek, vagy politikai közösséget próbálnak megkovácsolni, ugye emlékeztek erre a posztjára, és hogy ezt mindenkinek el kell dönteni, mert erről szól majd az önkormányzati választás. Ezt hogy látja? Házmesternek kell lennie, vagy nem kell házmesternek lenni? Vagy ez azért, vagy a szokásos válasz jön, hogy kicsit házmester is, meg kicsit politikus is. Gyurcsánynak nem kéne verset írni, ez az elsődleges, amit ebben látok. Igen. Hát, ha már házmester. Ha már. Szerintem, hogyha a házmestert a szónak a pozitív értelmében gondoljuk, akkor most inkább egy olyan közösségre van szükség, ahol inkább házmesterek vannak, és nem a politikusokból most éppen Dunát lehet rekeszteni. Ugye a szakmaiság az, amit talán föl lehetne róni, hogy most már ott tartunk, hogy egyre kevesebb a szakember, és egyre több a politikus az irányító pozíciókban, és a szakmaiság érezhetően egyre kevésbé kap szerepet a döntéshozatalban. Ez mondjuk az országos politikára abszolút mértékben igaz szerintem. Házmesternek ugye van negatív konnotációja, meg pozitív konnotációja, hogy arra a bácsira gondolunk, aki föllocsolja a slaggal az udvart, hogy ne legyen poros, meg kicserél a villanykapcsolót, az rendben van. Aki ugye jelentéseket ír, meg kiszűri a gyerekek labdáját, hogy ne focizzanak az udvaron, az meg nincs rendben. Melyikre gondol Gyurcsány Ferenc?